Ez a mérkőzés igazából hazaiak közül sem volt egy átlagos mérkőzés. Egy végre hazai pályán, kettő egy igazi csapat ellen. Nagyon tetszett. Kicsit szomorú vagyok, mert bárha a mérkőzés előtt megkérdezik, hogy meg lennék elégedve a döntetlennel, akkor azt mondtam volna, hogy teljes mértékben. Egy olyan csapat volt most az ellenfelünk, aki a tavaly idényben összesen egy vereséget szenvedett, és magasan nyerte a tavaly NB2-es bajnokságot. Azért itt is bizonyították, hogy jó erőkből állnak, Eszterháziból igazoltak pár embert, úgyhogy NB1-B-s szintű játékosokat, sőt még talán még magasabb szintűeket is. És egy kicsit észnél vagyunk, jobban koncentrálunk a heteseknél, akkor még jobb is lehetett volna az eredmény, de egyáltalán nem vagyok elégedetlen. Mennyiben változott a csapatunk a tavalyi szezonhoz képest? Két játékosunk van, aki ugye régi új játékosunk, a Király Anna Mari és a Szabados Ibolya személyében, és van három fiatalunk, ők a Nyiradonyból tették át ide a székhelyüket. Tehát így tulajdonképpen a magja a csapatnak, az alapja ugyanaz a csapat, amelyik a megyei bajnokságot megnyerte. Mai napon is egészen kiváló egyéni teljesítményeket láttunk, bár nekem az első játék kicsit, mint a hiányzott volna. Igen, mondtam is nekik, hogy a szélsőink sokszor üresen átcsorognak és nem kapnak elég labdát. Jó lett volna, hogyha ezt észreveszik a lányok is, de én úgy gondolom, hogy nagy volt a küzdelem, és mindenki oda tette magát a maximálisan. Irányító poszton viszont szerintem igen jó teljesítményt láttunk. Tudnai Fanni is és Szabados Ibolya is képes jó teljesítményre. Mind a kettőnek erőssége az, hogy jól lát a pályán. Egy kicsit hiányoltam ezt a szélre való lehúzást, de hát majd azon leszünk, hogy legközelebb jobban menjen. Ez a csapat, ez a Milán csapatunk, igazából még nem is volt olyan megmérettetésünk, ahol egyáltalán kiderült volna, hogy mit tudunk. Most valóban kiderült, hogy mit tudunk? Szerintem Maximhoz közel játszottunk, azért ez a ellenfél ez elég gyors kézlabdát játszik, meg erőkézlabdát játszik. Amit kértem, hogy kevés indításos gólt kapjunk, azt maximálisan megcsináltuk, tehát jó volt a visszarendeződésünk. Egy-egy figyelmetlenség, inkább az egy-egyben nem tudtuk megtartani, és mondom még egyszer, hogy kár a végén a kihagyott hetesekért, meg az ittszerekért. 22-23 tőtjétájékán botrányos sérdettek voltunk tanulni. Tévedtek, de úgy gondolom, hogy olyan nagy tévedés, tehát olyan nagy, ami a mérkőzés befolyásolta, olyat nem követtek el. Hát még egyszer majd vissza kell nézni a meccset, és akkor megnézni, hogy ez hogy volt. Én úgy gondolom, hogy igyekeztek korrektul fújni. A 25 gól, amit dobtunk, az igazából egy valóban remek teljesítmény, de a kapu 25-et nagyon nem tetszik. Az elején jó védekeztünk, a Fizesabony sokáig kereste rajtunk a fogást, és elég jól, tehát sokáig támadtak, mert nem nagyon találták. Mondjuk úgy, hogy az első fél időben nem tudtak velünk mit kezdeni, pontosabban. Így van, tehát amíg bírtuk erővel, aztán utána már láttam, hogy fáradunk, főleg azért, mert a héten elég sok nehézséggel küzdöttünk. Volt, aki egyet edzett, mert beteg volt egész héten, volt, akinek a lába fáj, de hát ilyenkor nyilván mindenki meggyógyul. Hát ez most így jött össze. Következő héten is van, és mindig van, mert ezen túl kell lépni, tanulságokat le kell vonni. Következő héten hogyan fogunk kiállni? Böszörménnyel játszunk, a két szomszédvár rangadója lesz. Szeretnénk jó eredménnyel őket is meglepni, és ha ilyen lesz a lelkesedés és a hit, az önbizalom, akkor úgy gondolom, hogy ott is jó eredményt érhetünk el. Magasabb osztályba léptünk ebben a bajnoki szezonban, miközben nagyobb léptünk igazából, sokkal nagyobbat, mint hogyha az osztálykülönbséget veszük, mert ez egy másik liga. Vannak már célkitűzések? Hát olyan nagy célkitűzés még nincs. Próbálunk a mezőny első felébe végezni. Igen, a magas lépésről ugye eszembe jutott, hogy ez a csapat, ugye ez a Fizesabony, NB1-B-be szerepelhetne, mi meg most jöttünk a megyéből, tehát ha úgy nézzük, akkor volt köztünk rendesen így, de hál' Istennek ez a játékban nem annyira tűnt ki.